Köszöntöm Keri Gyulát a stúdióban, ilyen minőségében még nem volt itt, már úgy értve, hogy egy cég összevonás után kvázi ajkai li ajakokkaként ö, szerepel itt nálunk. Ugye ajakokkáról tudni kell, hogy a fortó kirúgták, de a chrysler azt megmentette, és Amerikában szinte nemzeti hősként ünneplik, de nem akarom számon kérni hogy mikor leszel hős. Inkább azt kérdezem, hogy ugye sportvas nonprofit KFT volt eddig, és sőt, most is, az továbbra is, mi az, hogy non-profit? Tehát sokakat elgondolkodtat gondolom, hogy mit jelent ez a szó közelebbről, hogy nem törekszik nyerességre, vagy nem oszthatja fel a nyerességet, vagy mitől non-profit egy KFT? Szép napot kívánok mindenkinek, mert köszönöm, tényleg nagyon megtisztelő volt ez a felvezető, de hát ez közel-távol sincs így. Egy, a Sportváros No Profit Kft. annak idején is úgy alakult meg, ezelőtt körülbelül 7 évvel, hogy az ajkai sportéletnek egy összefogója lesz, és az elsődleges célja az, hogy megfelelő támogatást nyújtson az ajkai sportegyesületeknek, és kezelje a sporttal kapcsolatos intézményeket. Szó nincs arról, hogy ne törekednénk saját bevételre, sőt, nagyon is törekszünk, hogy saját bevételünk legyen. De ezen bevételeknek az elsődleges célja az, hogy vissza tudjuk fordítani a versenyeztetésre, az utánpótlás. Így van, az utánpótlás nevelésre, illetve az intézményeknek a, a fenntartására. De az tény is való, hogy nem for profit cégként üzemelünk, tehát nem az az elsődleges célunk, hogy akár csak a tulajdonosoknak, vagy a tulajdonos bármely egységeinek osztalékot, osztalékot, vagy bármely ilyen összeget fizessünk ki. Na most beszélgetésünk apropóját most az adja, ugye, hogy összevontak három céget, a non-profit Kft-t, a Kristályfürdő Kft-t és a Primer Kft-t. Mi változik ezáltal a te életedben? Gyakorlatilag azt gondolom, hogy semmi, hisz eddig is a, a Sportváros Nonprofit Kft. és a, a Krisztelfődő Kft. ügyvezetését láttam el. Talán egy egységesítés történt meg ebben a, az esetben, hogy a sporttal kapcsolatos tevékenységeket folytató intézmények egy szervezet alá kerüljenek. Az, hogy a Primér Kft.-nek a Primér Kft., amely ugye már nem az a Primér Kft., aki ezelőtt pár évvel még Primér Kft. volt, hisz, az ketté vált a Bakony és a Primér kft -re. ez a Primér kft nek pedig egyszerű számviteli okai voltak, hogy bekerült ebbe a, ebbe a csomagba. Tehát az én feladatom ilyen olvasatban nem változik a továbbiakban. Mikor valaki meglát az utcán, szerintem azért elsősorban mégis a focira gondol, legyen 35 vagy hány egyesület a Sportváros non-profit Kft. látókörében. Nemrégében volt egy szurkolói ankét, ugye hozott -e ez új ismerteket, tanulságot bármelyik fél számára? Vagy egy szokásos ankét volt, ahol azért voltak bejelentések, ezt ne felejtsük el. Igen, a, voltak bejelentések, mondhatnám azt is, hogy szokásos szurkolói ankét volt, nagyon jó minden évben kétszer legalább ilyen körülmények között is találkozni a, a szurkolókkal, vagy a szurkolók képviselőivel, vagy azokkal, akik megtisztelnek bennünk. hisz tényleg olyan információkat tudunk átadni, és néhány ö, dolgot ott talán bővebben ki is tudunk fejteni. Ami fontos ahhoz, hogy értsék, hogy mi történik egy labdarúgó klub vagy az ajkai sportélet környékén. Ha mondhatok néhány gondolatot erről talán, talán az egyik ilyen ö, ilyen volt. Ö, az, szóba került ugye a Ferencvárosnak a, a, a nehéz helyzet, vagy nehezebb helyzet, hogy kiestek, hogy, hogy, itt kellett megérteni mindenkinek, hogy nincs már olyan a magyar futballban sem, a kupából, sem, este, a kupából ki ki, nem az, ki, az persze, az kupából, a gyóval, hogy, hogy nincs már olyan a, a labdarúgásról és sportban, hogy, hogy á, ez egy könnyű mérkőzés lesz, á, itt tuti továbbjutás van, á, itt egy tuti győzelem van. Ez Ennek... magát, ha valaki. Így van. Mondani. Tehát az ellenfelet tisztelni kell, fel kell rá készülni, és nincs olyan, hogy kiküldöm a mezemet vagy a cipőmet, és akkor ezt a csapatot legyőzzük. Ez nincs másképp az a, a MB2-es labdarúgásban sem. Már most kicsit megmutathatja a fradi szurkolókat is tanál, hogy a ez a csapat, a Ferő-Szigeteki csapat, klasszvik, vagy nem tudom, Igen. Csak hogy hívják. Kiejtette a svéd bajnokot. Igen. Is. A, tehát, tehát nem egy akármilyen csapatról, csoport. Igen, ettől, ettől függetlenül inkább az volt ennek a tanulsága, ennek a, a mérkőzésnek, ami üzenetként nagyon jó volt mi részünkről is, hogy, hogy nincs olyan ma már a sportban kötelező. Győzelem. Legalábbis a labdarúgásban nincs olyan, hogy kötelező győzelem. A másik ilyen volt, ami, ami talán egy kicsit meglepte a, a szurkolókat, az az, hogy mi szerelést váltottunk, és egy, egy világszerte ismert márkát, a Pumát preferáljuk a, a továbbiakban. Ezzel is azt szerettük volna jelezni a szurkolóink felé, hogy mi szintet szeretnénk, szeretnénk lépni. Nem volt semmi problémánk a korábbi szállítóval, teljesen rendben volt, mégis úgy gondoljuk, hogy ez nekünk egy szintlépés. Aztán volt egy harmadik bejelentésünk is, ami pedig uh, arról uh, szólt, hogy uh, megszüntettük a promóciós bérleteknek a, a kiosztását a városba és a város uh, 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 környékén. Viszont aki jegyet vagy bérletet vásárol, azokat megvendégejük a büfében mindenki kap egy, egy ital uh, jegyet, és uh, azt elfogyaszthatja ott a, a mérkőzésen. De ez mint a véradás, most ennél is lehet, hogy rossz a de Néha. Miden, megveszi, túlesik rajta, és é. egy sőt. Jó. Igen, kipróbálunk egy másik modellt most, hogy, hogy működik-e működik -e ez is. A előzőben se volt semmi problémánk, az nem váltotta be a a, hát akik kaptak reményeket. ilyen promóciós béreteket, nem igazán értek a lehetősége, mondhatjuk? Mondhatjuk, igen. Nem váltotta be. igen, mondhatjuk. Igen. Térjünk egy Percereig az új szerzeményekre, hogy sikerült új játékosokat szerezni, nekik mi az erősség, hogy mennyire, inkább úgy kézlem, mennyire befolyásolt ezt a beszerzést Jené Gyula, most már a nem új, hanem a csapat edzője. Hallgattak-e a szavára, illetve sikerült-e minden tanácsát megfogadni az ügyben? Azt ö, ö, szeretném mondani, hogy ez nálunk úgy, úgy működik a FC Ajkán, hogy ezt közösen döntjük el, mint hogy azt is, hogy annak ellenére, hogy 12 játékosnak járt le a szerződése az elmúlt ö, idény végén, 11 játékossal hosszabbítottunk. Ez is egy nagyon egyedi volt, ez kifejezetten a szakvezetésnek a, a kérése volt. hogy Mivel elkezdtek egy munkát tavaly októberben, amikor a Gyula átvette a, a, a csapatot, hogy ezt a munkát folytatni tudják. Szerencsés volna, hogyha ezekkel a játékosokkal, akiket ők kértek hosszabbítani tudnánk. Így a egy játékos, pontosabban három, két fiatal játékos, illetve a, a Filip, aki egy kicsit idősebb volt, a Dragoner Filip távozott, helyére két fiatal játékos érkezett, illetve a Borsos Filip a Győrből. Tehát hárman mentek, hárman érkeztek, nagyjából ennyi volt a mozgás a kereten belül. Mit jelent majd ez a következőkre nézve? Tehát most megint módosítom a kérdésemet. Nyilván Szurkoló Kéton is elhangzott kérdésként, hogy és akkor megcélozzák az ember egyet? A, alapvetően nem ez a, 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 kérdés. Jó, meg mindig megkapom ezt a, a, a kérdést. Úgy indulunk neki a bajnokságnak, hogy meg akarjuk nyerni. Tehát én úgy készítem fel a stábot, a csapatot a beszélgetéseim során, hogy akkor induljunk el egy MB2-es bajnokságba, vagy bármely bajnokságba, hogyha ezt meg akarjuk nyerni. Tehát nincs eladott természet... pont, nincs kihagyott lehetőség, mindig 100%-on Így van. Az természetes, hogy a keret alkalmas erre, mert különben azért az, az nehéz volna azt mondani, hogy akkor akkor ezt, ezt ki lehet ö, ö, mondani, mind a szakvezetés, mind a keret erre alkalmas, az, hogy milyen munkát fogunk végezni, milyen egyéb körülmények fogják ezt befolyásolni, ami részben rajtunk múlik, részben nem rajtunk múlik, azt most nem tudjuk előre, meg, előre megmondani. Az is lehet, hogy nagyon fogunk örülni majd szezon végén, az is lehet, hogy pont olyan szezonunk lesz, hogy azt a munkát, amit beletettünk, az csak arra lesz elegendő, hogy éppen megkapaszkodjunk egy ilyen erős MB2-be. Természetesen a célunk továbbra is az, hogy mi megnyerjük ezt a bajnokságot. Most tedd a szívedre a kezedet, ha véletlenül, nem véletlenül nagy munka eredményeként az ajka fölkerül az MB1-be, lehetne azt finanszírozni? Az azért nagyságrendel több pénz, jó, több szponzor is lehetne nyilván, mert vonzerőt jelent. Sok minden, sok összetevős dolg ez. Nem csak a van, van, ennek, van ennek, egy olyan fajta kérdése, és ha felkerül egy csapat egy nb 1 és mondjuk az első öt forduló után 12-szer állaból tarkon magát, mert annyira alkalmatlan oda, akkor vajon a közönség, aki megszokta azt, hogy egy, egy tehát csapata van, hogy fog erre reagálni? De én azt gondolom, hogy azon a hídon akkor kell átmenni, amikor, amikor ott vagyunk. Nos, először érjünk, oda, először oda a hídhoz, át fogunk rajta menni. Hogy lehet-e finanszírozni, vagy nem lehet finanszírozni, azt most nem tudjuk megmondani, mert fogalmunk nincs arról jelen pillanatban, hogy ez mennyivel kerülne többe. Az én számításaim szerint a városnak egy fillérrel nem kerülne többe, hisz a magyar első osztályt, hát... Körülbelül ötször jobban finanszírozza a Magyar Labdarúgó Szövetség, mint a tehát mint nem az csak a szponzorokon múlik a Nem, a, 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 a Magyar Labdarúgó Szövetség különböző Csatornáky. csatornákon keresztül, tehát a szövetség különböző jogcímeken, Jogcímek. úgy, úgy mondom, olyan pénzeket ad, ami körülbelül három-négy, néha ötszöröse az MB2-be juttatott támogatásnak. Most ide tartozik a kérdés, eddig nem igazán volt alkalmam fölteni, lehet, hogy most nem is tartott túlságosan becsületes dolognak részemről, de azt ciripelik a verebek, hogy valamikor a ajkai játékosok szerződtetésének a gazdasági hátterét, pontosabban a szerződések részleteit te dolgoztat ki, ez a te nevedhez fűződik, Igen. és ezt átvették az országban más csapatok is, vagy nagyon sok csapat átvette. Több Tehát ez, ez, ez igaz ez, hogy ezt úgy sikerült átgondolni, hogy egy működőképes rendszert hoztál létre? Alapvetően nem tudom erre a, a, az igazi választ. Az tény, hogy ezelőtt, most már azt hiszem 6 ez a hetedik olyan szezon, amikor úgy kezdik a játékosok a szezont, hogy teljesítményorientált, Bérezés, bérezés van. Nyilván van egy alapbérezése mindenkinek, ezt, ezt e, nem volt egyszerű ezt a rendszert akkor bevezetni a, a magyar labdarúgásba, vagy egy mb 2 csapat, nem van egy alapfizetése, és ki mennyit tölt a pályán, hogy szerepel a csapat, milyen helyzést ér el, ettől függnek a különböző e, prémiumok. Gyakorlatilag azt lehet elérni vele, hogy egy egy jó szezon után az alapfizetésnek körülbelül még e, körülbelül ugyanannyit össze lehet e, focizni, mint valakinek az alapfizetése. Ez gyakorlatilag azért nehéz tárgyalási pozíció, mert amikor idehozok egy játékost, és én azt mondom neki, hogy e, mondjuk van egy csapat, ahol kapna X összeget, én meg azt mondom, hogy ennek a 0,6 szereséért tudlak ide, idehozni. Egyébként, ha jól szerepelünk, akkor annak az X-nek az 1,2 szeresét fogod keresni, azért ez nem mindenkinek szimpatikus. Közös kockázatvállás, bár neki is van köze, vagy lesz köze hozzá. Lesz köze hozzá, hogy... így van. Ezt nem mindenkinek tetszik, és sokszor azt mondják, hogy hát Értjük, mi ez, de azért csak jobb lenne, hogyha inkább lenne az az X, nem kérem az 1,2 X-et, csak az X-et, de az legyen legyen meg. Hát mi olyan játékosokkal szerződünk hat éve, akik viszont ezt a rendszert bevállalják. Nagyon sokszor ö, beszélgettem ugye, ö, ügyvezetőkkel az elmúlt időszakban, és egyre több helyen tényleg kérték azt, hogy milyen ez a rendszer, és vezették be ezt a teljesítményorientált bérezést, bár szerintem még nem elégséges számban. De működik? Ez most már bizonyítva van? Több szezonon keresztül? Úgy mondanám, hogy talán abból látszik, hogy működik, hogy abból a költségvetésből, amiből az ajka működik, bár nem soha nem a pénz focizik, de egy egy jól struktúrált ö, ö, rendszerben versenybe tudtunk lenni mondjuk egy közel 3-4 milliárdos forinttal gazdálkodó MTK-val a tavalyi évben a feljutásért, mondjuk nekünk hatod annyi forrását a rendelkezésünkre. ebből látszik... a beruházásaitokra is, ugye, hogy sokkal kevesebb pénzből kellett megcsinálni azt, amit máshol szinte pénzórás jellege könnyűszere meg véghez vittek. Mondok itt a látóépítés, Igen. A beszerzés és így tovább. Tehát olyan változókkal kell szerződni, akik megértik, hogy annyit Igen. kapnak, amelyet ér a munkájuk, nem úgy, többen. úgy gondolom inkább ezt, a, ezt, is, hogy, hogy mi megcsináltuk annyiból ezeket a a, ezt a pályát a legjobb tudásunk szerint amennyi pénzünk volt rá, ahogy ez ennyi pénzből kihozható. Nyilván lehetett volna ezt még sokkal uh, szebben is csinálni, hogyha több pénzünk van, körbelelátózni a pályát, fedni uh, több uh, több területet. Lett volna helye, még, meg lett volna ötletünk a pénze, nekünk uh, ennyi uh, adatot, és akkor ebből megpróbáltuk kihozni a maximumot azért nekünk is jó lesne, hogyha egy 15 milliárdos stadiont ideépítenének. Hát az nem mindenkinek hogy, adatik meg. Sajnos. Hogy, hogy nem lenne ez olyan nagy baj, nyilván mások a, a, most lehet, hogy ezzel nem is leszek olyan nagy népszerű, hogy ezeket mondom, de Ajka városa egy egészen más koncepciót követett. Ha összeadjuk azoknak a, a sportintézményeknek a, az értékét, beruházási értékét, amit az elmúlt időszakban felépült, a jégcsarnokot, a sportcsarnoknak a felújítását, a kosárlabda csarnokot, a vízilabda, az uszodát, tehát a vízilabda csarnokot, a sportcentrumnak a, a kialakítását, akkor ez, én azt gondolom, hogy hogy az összberuházási érték amit ráfordítottunk alig éri el az 5-6 milliárd forintot ebben a, a tíz évben, és mégis hat sportágnak tudunk nagyon klassz helyszínt adni, mégpedig úgy, hogy ezeknek a többségében az energetikai beruházások is olyanok voltak, vagy folyamatban vannak, hogy napelemekkel és különböző frekvenciaváltós motorokkal felszerelve csökkentjük az energiafelhasználást, így a fenntarthatóságot is fent tudjuk tartani. Akkor most egy nézői kérdés következik, egy Veszprémi nézőnk kérdezi, hogy miért nem játsza a Veszprém ajkán továbbra is a meccseit elkészült volna a Veszprémi futballpálya? Nem. A, ö, elmúlt évnek a legnagyobb tanulsága az ö, volt, hogy mi nagy szeretettel fogadtuk a Veszprémet és adtuk oda a, a stadiont. Majdnem viszont, felkerültek az MB2-t. Így ugye? van. Ö, De nem kerültek nem. Viszont olyan mértékben leamortizálódott a pályánk a tavaly évben, hogy gyakorlatilag a mi csapatunk, azt kell, hogy mondjam, hogy februártól április végéig nem volt fű a pályánkon. Tudom, nem látszott ez kívülről, de pocsék állapotban volt a pályánk. Ennek egyszerűen az volt az oka, hogy nem bírja el a heti egy vagy két mérkőzést egy ilyen Ö, ilyen, ilyen nemesített fűvel bevetett Hát ilyen a biológia, terület, mutatjuk azt. Tul, tulajdonképpen ezek arra készültek, hogy heti egy, egy edzés, és ö, mondjuk két hetente egy nagy terheléssel bíró ö, mérkőzés ö, legyen rajta, és akkor nagyon szép állapotban ma maradt télen-nyáron a fű. Nem vagyunk ugye az előző témához vissza, tényleg nem vagyunk arra felkészülve, fűthető a pályánk, de ha nincs napfény télen, akkor te sem hogy mit fűtünk, legfeljebb kiszárad, tehát napfény nélkül nem fog szép zöld gyep lenni, hogy Poldi Mácsi mondta annak, annak, annak idején. Ugye az egy durván egy ilyen, egy 70-100 millió forintba kerülnek ezek a, ezek a, lámpák. Mindig csak ahhoz hasonlítottam, régen a kis csibéknek szoktak így világítani, Igen, hogy infralámpák, meleg, az... meleg infralámpák, hogy ezzel mi világítsuk a füveket. És így ezt megértették egyébként a Veszprémi vezetők, mondták, hogy teljesen alkalmas. Én azt ajánlottam fel a részükre, hogy a másik oldalon lévő bá, úgynevezett bányász center pályánkat minimális ráfordítással alkalmassá lehet tenni NB3-as mérkőzésekre. Ott legalább ugyanilyen minőségű most a, a, a gyert, mint a stadionba, ott kényelmesen le tudják játszani az NB3-at. Mondták, hogy köszönik a lehetőséget, de akkor egyszerűbb nekik, hogyha elmennek egy másik városba, aztán talán pápán, pápán játszanak, ott, ott, is van egy stadion, és ott az, azonnal alkalmas volt NB3-ra akkor mint egy jó edzés végén kicsit lazítsunk le, ugye kötelező ilyenkor a lazítás. Beszéljünk a közelvő programjairól. Ugye száz éves az Ajkai Bányász FC Ajka. Milyen megemlékezések lesznek ezzel kapcsolatban? Mire számíthatnak a szurkolók és hát a mondjuk kívülálló nézők? Egy olyan program programsorozattal készülünk, ami nem azt mondom, hogy egyedül egyedülálló, hanem ami, amit mi, mi elgondoltunk. Nem csinálunk mi ebből egy ilyen ö, nagyon nagy ügyet, de azért ez egy nagy ügy. Egy klub, ö, vagy egy, egy olyan klub, ö, amelynek jogelődjei voltak, sok jogelődje volt Ajkán, itt nem csak a bányászról és az alumíniumról, hanem a, a, ö, az üveggyárról, az építőkről, az ajkai videótorról, beszélek, most remélem nem hagytam ki senkit, vagy ha kiadtam, akkor nem, nem, volt szándékos, hogy ezen csapatokban dolgozó kollégák emlékére kell egy pillanatra megállni a száz éves jubileum kapcsán. Hisz rengetegen dolgoztak az elmúlt száz évben azért, hogy most mi egy ilyen stadionban, ilyen körülmények között ilyen csapatnak tudjunk szurkolni. 26-án, augusztus 26-án tervezünk egy utánpótlás tornát, egy nemzetközi utánpótlás tornát 16 csapat részvételével a, a, ennek a 100 éves jubileumnak az emlékére. Szeptember 3-án a bányásztapon pedig a vasas látjuk vendégül ugye a, a, bajnoki mérkőzésen. Előtte szeretnénk egy kis ünnepséget tartani, közte szeretnénk megrendezni egy nagy ajkai bányász, ajkai alumínium rangadót, városi rangadót, illetve egy könyvet szeretnénk kiadni ennek a jubileumnak a, a, tiszteletére szeptember 3-án, ami egy picit összefoglalja, de inkább én úgy mondanám, hogy kivonata az elmúlt száz évnek, hisz mindent ebbe nem lehet beleírni. Köszönöm szépen befejezésű, mit mondhatnék. Hajrá FC Ajka! Köszönöm szépen!